Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nyíra önkormányzata, valamint a Szent Piroska Görög Katolikus Általános Iskola nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm ünnepi megemlékezésünk résztvevőit. Külön köszöntöm dr. Nagy János polgármester urat, Nagyné Jópágy Piroska jegyzőasszonyt, Tóth Elek püspöki tanácsos esperes atyát, Tóth Elekné igazgatóasszonyt. Az egyházak képviselőit, az intézmények vezetőit, diákjainkkal következő néhány percben hallgassuk meg a Szent Piroska Görög Katolikus Általános Iskola énekkarának 48-as dalokból összeállított csokrát. Az énekkar vezetője Szabó Mihályné. Jaj, de nehéz, 3 évet leszolgálni, száraz fügefán a zöldelését várni, száraz fügefának lehajlik az árva. Szép a babám, a kanuha nincsen párja. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindjártunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Hallgassuk meg dr. Nagy János ünnepi köszöntőjét. Tisztelt ünneplők, kedves diákok, kedves urácsárdiak! 1848. március 15-e a Magyar Szabadság egyik napja. Ugyanis ezen a napon rázta le a magyar nép a Habsburg elnyomók járnák, és törteketti azokat a bilincseket, melyek megkötözve tartották a magyar nemzet akaratát. A magyar ember akkor nehéz életet élt. Európa több részén a jobbágyrendszer már emlék volt csupán, de nálunk az élet egyre jobban elnehezült. Az emberek munkájának gyümölcsét mások élték fel. A közterhektől rész nem vállaló, hazáérent közömbös uralkodói elit. A magyar föld termelte élelmiszerek elvesztették értéküket, a mezőgazdaságban dolgozók a külföldieket tették gazdagokká. Nem és fémbányáink minden kincs az utolsó gramig elhagyta az országot. A magyarok által megtermelt javak birodalmi bevételekké lettek, de abból aztán egy fillér sem jutott arra, hogy az itt élők élete jobb legyen, a magyar gazdaság fölendüljön. Ezt a reménytelen helyzetet aztán 1848. márciusában tovább súlyosbította néhány váratlan esemény. Hirtelen arról lehetett hallani, hogy a birodalom költségvetése megingott. Azt suttogták, hogy a költségvetés összeomlani készül. Arról érkeztek hírek, hogy vészes gyorsasággal leesett az államkötvények árfolyama. Voltak, akik már nyilvánosan arról beszéltek, hogy válság van. Egyre többen voltak azok a magyarok, akik úgy érezték, eljött az ideje, hogy a maguk kezébe vegyék az események irányítását. Hogy mi magunk találjunk megoldást közös gondjainkra. Hogy ne várjunk tovább a birodalom tehetetlen vezetőjére. Ezt az akaratot fogalmazta meg először a márciusi ifjak 12 pontja. Kimondva, hogy vegye saját kezébe a magyarság az ország sorsának irányítását.
Rabok legyünk, vagy szabadok? Kérdezte Petőfi, és a nép sorsot választott magára. Nem is akármilyet. Egy olyan sorsot, amelytől megremegtek a Sömbrumli kastély aranyozott falai. Megremegtek tőle a királyok és császárok, és megremegett tőle egész Európa. A magyar nép sorsot választott. Nem kér többet a hazugságokból, az elnyomásból, és nem kér többet abból, hogy másodrendű állampolgár legyen saját hazájában is. És nőtt a gyermek. Lángra robbant melegkedvé az ifjúkor, s a dal malasztos enyhe az égnek, midőn hullámzó mélyre for. Lantot ragadt az ifjú karja, lantjának adta érzetét, most dalszárnyakon a lángérzemények madár. És elhatározták, hogy kinyomtatnak valamit. Mindjárt itt is lesznek. Éljen a nemzet! Éljen Kossuth! Éljen a sajtószabadság! Éljen a nemzet! Éljen Kossuth! Éljen a sajtószabadság! Ezt nyomtassa ki Landerer uram! Lehetetlen! Nincs sajtó engedélyezés. Foglaljanak le egy sajtót! Ez sajtót a nép nevében lefoglaljuk! Éljen a nép akarata! Erőszaknak ellen nem állhatok. Intézkedjék! Ezt nyomtassa ki! Mi lészen ez, Petőfi uram? Egy plakát. De hiszen ezt előbb ki kell szedni. Hát szedesse ki, de nagy betűt kell ám. Hát a nemzeti dal kézirata hol van? Az nincs itt, de itt van a fejemben. Akkor ülj le Sándor, és ír. Talpra magyar, íj a haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választhatok. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Ollót ide! Ezt levágjuk! És már szedhetik is? Írd tovább! Sehonnani vitangember, ki mossa kell, halni nem mer. Nek drágább rongy élete, mint az a becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak. És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A szabadság kezünkben van. Nem magyar az, cudar az, aki a hazáért sajnálja vérét kiontani. Hát mutassuk meg, hogy mi merjük vérünkkel, életünkkel, mindenünkkel oltalmazni. Hogy vigadnak a magyar honvédek! Szöve! Kapnál! Szöregények! Kiáldok a sütapány seregébe! Feláldozom, ha kell az életem a hazáért! Isten hozzád, apám, anyám, kedvesem! A hazáért a legelső szerelem! A szabadság harcaiban el ne es! Isten csak a győzelem hozzon tégedet! Én is beállok katonának, emelkedik a szabadság zászlója, ki ne menne alája. Én is harcolni akarok a hazáért, ha kell, megvédem a hazám becsületét. Isten hozzád, apám, anyám, kedvesem, a hazáé a legelső szerelem. Szent szabadság, ha te nem leszel miénk, sírjainkon fog élni a dicsőség. Parancsnok úr, meddig kell a fiainknak harcolni? Azt kérditek, meddig kell harcolni? Talán az utolsó csak férünk ki. Amíg annyian vannak a szegények, tudatlanok, jogilag megnyomorítottak, addig nem adhatjuk fel. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak aztán mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog be minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, megálljunk, mert itt van már a kánál. És addig nincs megnyugvás, addig folyvást küzdik el. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelíd látcsókkal zárja be, s világ kötéllel sejem párnál bocsát le a föld mélyébe. Most hát esküdjünk, hogy vérünk.
szívünket és életünket áldozzuk, ha kell, hazáért, a magyar szabadságért. Esküdjetek! Itt, hol a szabadság a vőlegény, itt, hol a szép mennyasszony, az édes szent haza. Fegyelem gyors vágta, mindenki harcra fel. Igazságunk a fontos, átok a megátkozóra. Aki félelmet hordoz, ne vágyjon szóra. Voltam, vagyok, katona, egyszerű, rongyos szívű, sose lennék. A bilincset szívemre tették, szabad rabságom keserű. Izzó, szomorú, gyötrelmes éjjel, majd lesz a holnap után hajnal. Víröd a szemünkre újabb nappal, vagy árnyékét futhatunk széjjel. Ifjúság! Vitézlő vének, kard, lovak és csillagok, csatazaj és dobpergések. Jövök, sietek, várjatok! Rikolt a szégyen, zúg a rű, kiáll, harsog a sok torok. Sietek, jövök már közeitek. Uram, lehet, hogy meghalok. 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 Uram! Lehet, hogy meghalok. Uram, lehet, hogy meghalok. Uram, lehet, hogy meghalok. Uram, lehet, hogy meghalok. Indul a hat! Mozzan! Ütni szabad! Jól van! Szólna a szám! Néha! Puska kiáll! Célra! Vágtat a szó! Rajta! Friszkel a ló! Karra! Már aki fél! Nincsen! Vér csupa vér! Minden! Csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai. Rét, rét, Segesvári, fekhet földeden bárki. Csönd, csönd, Segesvári, szememre fogsz te szállni. Szó, szó, Segesvári, szabad a vesztes szánni. Nap, nap, Segesvári, otthon tudnak-e várni? Éj, Segesvári, csillagok fogják látni. Utolsót jajdul a lélek, a holtak azóta is élnek. Ordítanak le láncolt rémet. Azóta 164 év telt el, minden igaz szívű fiatal, nyomotokban menetel. Zászlótokat piros lóarccal mi visszük itt most tovább. Úgy nyilva, mint minden tavasszal a barackfák és a zibolyák. 1848. Mindig a jelennek üzen. Üzen az élőnek, a holtnak, hogy élni tud nemzetem. Hogy vívd ki szabadságodat, s tartsd meg, ha kivívtad azt. Legyen erőd méltó lenni hozzá, hogy érezd a hazában embernek magad. Ha érzed, hogy magyar vagy, ne szégyelj felvállalni ezt. Minden idők márciusán emelt fel.
emlékezésünk folytatásaként helyezzük el az emlékezés koszorúit. A koszorúzást Nyira Csendkösség önkormányzata nevében dr. Nagy János polgármester és Nagyné Jobbágy Piroska jegyzőasszony kezdi. Ezt követően a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola a Görögkatolikus Egyházközség és Szeretett Szolgálat nevében Tóth Elek parókus atya és Tóth Elekné igazgatóasszony, Barna Jánosné, a Baptista Egyház nevében Kovács Lajos Zsigmond lelkipásztor, majd a pártok, civil szervezetek, intézmények és az általános iskola évfolyamainak képviselői helyezik el a megemlékezés virágait. Köszönöm, mert a karapját.